Benzinár, üzemanyagellátás, maximált tankolási lehetőség. Ezekkel a kihívásokkal szembesülnek ma az autósok hazánkban. Azt kérdeztük tőlük, ha szükséges, ki tudják-e váltani más közlekedési eszközzel az autót. Gondoltak-e erre a jelen körülmények között? Szeretek biciklizni. Azóta kevesebbet autózom, és én... Mindenki igyekszik spórolni szerintem a benzinnel, üzemanyaggal, de elég sokan hozzánk a céghez vidékről járnak, és azért ők ezt nem tehetik meg, hogy spóroljanak valamilyen szinten, de nagyon sokat segít a kormány azért az autósoknak. Nyugdíj mellett dolgozik ez a nő, azt mondja, ő könnyen le tud mondani a személyi gépkocsiról. Én teljes mértékben le tudom tenni, két okból nyugdíjas vagyok, másrészt meg itt van a munkahelyem közelben. A gyerekeim közel laknak, úgyhogy sétára, biciklire mindig van idő és helymód. Én azt hiszem, azok a szerencsés emberek közé tartozom, akik ezeket meg tudják oldani. Az üzemanyagár mértéke a legfontosabb, egy másik megkérdezett szerint. Amikor nem fér bele a keretbe, akkor az embernek muszáj változtatni. Csak a pénz. Hát, most tankolni pénzért kellhet. Ez van. Más közlekedési módot választ majd akkor, mondja. De majd gondolunk B-tervre, akkor majd busszal járok, hogyha már nem fér bele a keretbe. A legtöbb megkérdezett autós tehát azt mondta, nem gondoltak arra most még, hogy leteszik az autót. Kevesen vannak, akik más járművet választanak, mivel megszokták a kényelmet. A magyar kormány még tavaly novemberben döntött a benzinárstopról. Azóta 480 forintért tankolhatnak 95-ös benzint, illetve gázolajat az autósok. Az árstoppot többször meghosszabbították. A jelenlegi rendelkezések szerint október 1-jéig van érvényben ez az ár a magyar magánszemélyeknek, illetve a taxisoknak és a mezőgazdasági erőgépeknek.